Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg most következő műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Molnár Sándor, akivel többek között a Hanukáról fogunk beszélgetni. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Molnár Sándor, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök stúdiónkban. Örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is üdvözlöm Önt és a kedves nézőket is. Doktor úr, mai interjúnk egyik apropóját az adja, hogy a közelmúltban az egyik parlamenti képviselő, Gyöngyösi Márton zsidózott. Hogyan érintette ez Önt, Önöket? Mi a véleménye a történtekről? Az, hogy most már nyíltan zsidóznak a magyar parlamentben, ez nem újdonság, hiszen a legutóbb is, amikor itt jártam, vagy azelőtt, ugyanígy történtek az ügyek. Ez annyival volt talán súlyosabb, hogy bár elnézést kért és rosszul mondta, meg elfelejtette, meg ilyen mese délután tartottak mellé, hogy ő arról beszélt, hogy a zsidó származású, illetve a kettős állampolgárságú parlamenti képviselőket, illetve a kormánytagokat listázni kéne, illetve a zsidókat Magyarországon. Na most erre azt mondták, hogy hát ez lapszus volt, és hát elnézést, csak a kettős állampolgárságú parlamenti képviselőket, és nyilván kormánytagokról akartak kérdezni, amire körbe is ment egy e-mail, hogy mindenki számoljon be, amely egyébként közröhelybe fulladt. Mert hogy az egyik LMP-s képviselő leírta, hogy ő zsidó piréz származású, ugye tudjuk, hogy piréz olyan nincs is, csak egy felmérésbe csinált, nevezték meg ezt az országot, hogy mennyire idegen gyűlölők vagy nem idegen gyűlölők a magyarok. És hát miután ezt elküldte, hogy ő ilyen származású, sőt, a magyar állampolgárságát vásárolta is. Hát ez az úriember lemondásra szólította föl, nem véve észre ezeket a vicces részeket. Na hát ebből az országban közröhely lett, ami aztán egy másik sajtótájékoztatót vonzott maga után, amikor elmesélte, hogy hát igen, ő szereti, hogy érte a tréfát, csak nem szereti. És hát ugye ennek a második levélnek az apropója, vagy a felszólításnak az apropója az volt, hogy ugye Izraelben a Knessetnek nem lehet csak zsidó, tehát izraeli állampolgára tagja. De egyébként ezzel nincs is semmi gond, ha Magyarországon az lenne a törvény, hogy a magyar parlamentnek csak az lehet a tagja, aki csak magyar állampolgár, akkor nyilván teljesen igaza van, hogy bármilyen, akár piréz állampolgár is valaki, nem lehet a magyar törvényhozásnak vagy kormánynak a tagja, de hát itt még most nem így van. Tehát ráadásul a törvény is úgy szól, ahogy az ombudsman mondta, hogy a országgyűlési képviselőknek csak arról kell beszámolniuk, hogy kettős állampolgárok vagy többes állampolgárok-e, de arról, hogy milyen állampolgárok egyébként, tehát mely országnak még plusz az állampolgárai, arról nem kell nekik beszámolniuk. Na most hát nyilván úgy van ez, mint a pohár, hogy ugye öntik bele a vizet, és egyszer csak túlcsordul. Hát ez is, ez már úgy hab volt a tortán, ez a gyöngyösi féle szövegelés,
És hát erre mindenki fölháborodott, és hát összejött egy több tízezres tüntetés, amelyen néven nevezték a dolgokat, magyarul fasisztának nevezték ezt a társaságot, ami gondolom rendkívül sértő lehet. De hát sértődjenek meg ezen a dolgon, és hát ez látszik, hogy a magyar társadalom egy jelentős része mégsem vevő ezekre a dolgokra. Bár én olvastam politológusoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy most már ez nem arról szólt, hogy most zsidózunk, nem zsidózunk, cigányozunk, nem cigányozunk, és mindenki más, aki nem tetszik nekik, hanem ez bizony arról szól, hogy másfél év múlva választások lesznek. Mint köztudott, a parlament ugye fele lesz az eddigieknek, és nyilvánvalóan az a 41 néhány képviselőjükből a fele ki fog esni, tetszik, nem tetszik, nincs annyi hely. Tehát nem csak az övéké, bármelyik más pártnak nyilván, most nyilván az eredményektől függően is, de hát azért lényegesen le fog csökkenni a képviselőiknek a száma. Na most itt arról szól megint a történet, hogy most nagyon antiszemiták és nagyon cigány ellenesek és nagyon mindenki ellenesek legyünk. De úgy gondolja, hogy ez a párt ezzel vonz még szavazókat? Hiszen láthattuk, hogy mekkora volt az összefogás ugye ezen a tüntetésen. Én úgy gondolom, hogy és egyetértek azzal, amiket olvastam a politológusoktól, hogy egyre inkább rétegpártá válik. Tehát van Magyarországban mondjuk három megye, mondjuk Borsod, Heves, Hajdú-Bihar megye, ahol óriási nagy számban, tehát a magyarországi átlaghoz képest nagyobb számban vannak például a cigányok, mert a zsidók annyian vannak amennyien, tehát azok inkább Budapest és a nagyobb városok környékén, mint látható Karcagon is alig van, tehát itt nagyon rajtunk szavazatot nem lehet szerezni, és ha csak ezzel fognak törődni, tehát hogy zsidók vannak, meg mit csinálnak a zsidók, mit csinálnak a cigányok, mit csinálnak a más hajlamúak, vagy éppen akár MSZP, vagy LMP, vagy akár Bajnaiék, ezzel nagyon szavazatokat nem tudnak megfogni, hiszen a mérsékelten jobboldaliakat, illetve a középen álló jobboldaliakat is, még ha vannak közöttük antiszemiták, vagy cigányellenesek, vagy hasonlóak, azt én úgy gondolom, hogy a Fidesz körébe vonzották. Na most onnan átcsábítani nagyon nehéz. Most úgy gondolják, hogyha egyre radikálisabban, egyre nyílt antiszemitizmussal, cigányellenességgel, illetve már valahol a fasizmus határát, vagy elérve, vagy átlépve politizálnak, akkor azokat az embereket, akik egy ilyen gazdasági helyzetben, ahol nem találják a helyüket, elszegényedtek, vagy egyáltalán vonzák őket a kisebbség elleni gyűlölködések, azokat magukhoz tudják vonzani, és ezzel olyan szavazóbázis felépíteni, hogy politikai tényezők maradhassanak. Én úgy gondolom, hogy a magyarság elég normális nép, tehát azért látjuk, hogy hova lett a mi ép. Sehol se. Én úgy gondolom, hogy a következő választások azért megválasztják ezeket a dolgokat, bár a politikában soha nem mondasz, hogy soha, mert ott nem lehet tudni, hogy mi történik. Én úgy gondolom, hogy most ezek a dolgok a politikai túlélésről szólnak. Ön szerint mit érdemelne az a párt, vagy azok az országgyűlési képviselők, akik ilyen megnyilvánulásokat megengednek maguknak? Én úgy gondolom, alapvető hiba az, hogy benn vannak a parlamentben. Tehát azért Magyarországon vannak törvények, és már elmondtam a legutóbb is, hogy a második világháborút lezáró béke egyezmény az egyértelműen kizárja ilyen jellegű párt, és ilyen jellegű hozzájuk kapcsolódó félkatonai szervezetek megalakítását Magyarországon. Tehát, ha ezeket a törvényeket betartanák, akkor nem lennének ott, és nem lenne most miről tárgyalnunk, és nem kellett volna több ezer-tízezer embernek Pesten összefognia azért, hogy visszautasítsák ezeket a, mondjuk úgy, hogy ne, számomra nem hízelgő szövegeket. Hogyan látja, lesz-e esetleg akár ennek a történetnek folytatása, vagy
Ugye most el lehet már azt mondani, vagy ki lehet jelenteni, hogy kampányidőszak van, tehát hogy ezek így fölerősödnek, megsokasodnak az ilyen jellegű megnyilvánulások, vagy most egy picit ez majd lecsendesedik ugye a nagy összefogásnak is köszönhetően? Szerintem azon fog múlni a dolog, hogy a Jobbikon belül melyik csoport fog felülkerekedni. A szélsőségesen antiszemita, a fasisztoid társaság fog felülkerekedni, akkor nyilvánvalóan ez folyamatosan szerepelni fog. Mint ahogy ma láttam éppen mielőtt eljöttem ide, hogy egy felszólalás volt a parlamentben arról, hogy a kormány nem csinál semmit a devizahitelesekért, és a bankok, ami tudva levő a Jobbik szóhasználatában az a zsidó elnyomásnak a megtestesítői, továbbra is kirabolják az embereket, és a legvégén ez a felszólaló azt mondta, hogy nem tudom szó szerint idézni, de nyilván az, hogy nyilván azt mondta, hogy a mazsihész felszólítására a kormány összefogott. Bajnaékkal látszott ezen a tüntetésen, és szégyeljék magukat. Na hát most, ha ez nem nyílt zsidózás, akkor semmiről nem beszélünk. Tehát én úgy gondolom, most ezt is végighallgatva a szélsőséges álláspont fog megerősödni, hiszen azt látjuk, hogy azok a képviselők, most már kettő is azt hiszem kilépett a Jobbik frakciójából, egy lemondott a képviselőségéről, akik a mérsékeltek közé tartoztak. Májusban járt itt nálunk egy interjún, és ugye akkor amiatt hívtuk meg elsősorban egy stúdió beszélgetésre, hogy az egyik pártnak az újságjában megjelent egy cikk a Tisza Eszlári történettel kapcsolatban. Ugye ön erre akkor adott egy úgymond viszont választ, a Karcagi Hírmondóban megjelent egy írása. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdésem, de hogyan látja, hogyha most ön még önkormányzati képviselő lenne, akkor kicsiben ugyan, de érhetnék-e itt önt hasonló támadások? Lehetséges. Uh-huh. Nem tudom, mert nem vagyok képviselő, tehát a politikában minden lehetséges. Uh-huh. Egyszerűbb lenne a helyzetem. Mert ott is rögtön tudnék válaszolni ezekre a dolgokra, nem így talán egy héttel, 10 nappal később reagálni le a történeteket. Számomra ezek nem jelentős dolgok, tehát sem az itteni képviselőknek a szövege nem számít nekem, sem a ténykedésük nem jelent számomra olyan erkölcsi magasságokat, hogy egyáltalán foglalkoznom kelljen velük. Tervez esetleg most még cikket írni, most így, hogy már sikeresen lediplomázott, van egy kis ideje, fog-e hasonlókkal foglalkozni még? Az az igazság, hogy nem szívesen foglalkozom ezzel. Tehát most volt a 45 éves érettségi találkozónk, és hát ugye akik még élünk, összegyűltünk, akik meg Magyarországon vannak még, és azt mondta egyetlen tanárunk erre a Veres tanár úr, és ő mondta azt, mikor elmondtam, hogy milyen az életem, hogy azt mondja, végre hallott egy boldog embert beszélni. És én úgy gondolom, hogy azért tönkretegyem az életemet, mert van itt egy párt, aki szélsőségesen antiszemita, szélsőségesen gyűlölködő, és hát ezt nap mint nap kifejti, mert hát vannak kevésbé súlyos kijelentéseik és súlyosabb kijelentéseik. Ezért most tegyem tönkre az én boldog család életemet, hogy büszke vagyok a gyerekeimre. Egyébként most tanulok angolul éppen, tehát külön angol órája most. De úgy gondolom, hogy időnként ezeket le kell reagálni. És az, hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy mikor elmondják azt a parlamentben, hogy azok az emberek, akik esetleg izraeli és magyar állampolgárságot birtokolnak, és veszélyesek a magyar államra, akkor kérdezem én, hogy azok az emberek, akik Iránnal tartják a kapcsolatot, fényképezkednek az iráni nagykövettel, akik tudván tudott, hogy a világon az összes mohamedán terrorista sejtet pénzelik, mint ahogy pénzelték most a legutóbbi háborúban a Hamaszt, akit az Európai Uniótól kezdve mindenki terroristaként tart nyilván, terroristaként tart nyilván,
és lövöldözték százszámra a rakétákat. És ugye azért tudva levő, ha valaki olvasta az egri csillagokat, hogy azért a mohamedánok nincsenek annyira oda a keresztényekért sem, nem csak a zsidókért. Talán ez nem veszélyes a magyar államra, hiszen nem is olyan régen Romániában fedeztek fel egy terrorista sejtet. Tehát át kéne gondolni, ki is, ha veszélyes akkor. Éppen most lehet ez róla olvasni, hogy két embert kitoloncoltak, meg azt hiszem 15 évre kiutasították, mert pontosan egy ilyen terrorszervezetnek a tényleg. Amikor előadjuk, hogy holokausztot csinál Izrael ugye a gázai övezetből, és akkor elfelejtik hozzátenni, most bevittek oda sok száz vagy sok ezer rakétát. Azt úgy gondolom, hogy pénzbe kerül. Most ha ezeket a rakétákat mondjuk netán élelemre, építészetre, kultúrára, egészségügyre fordítanák, akkor talán nem jobban élnének, mint hogy ott a százszámra vannak a fegyverek is mellé, meg minden egyéb. És akkor még hallott valaki olyanról, hogy az ellene támadóknak adót fizet és pénzt juttat be, azért, tehát nevetséges, nevetséges. Térjünk át egy picit könnyedebb témára. Egy-két hete ugye már advent időszakát éljük, vendégeink is, akik ellátogatnak ide hozzánk a stúdióba, picit a karácsony, az ünnepek jegyében beszélgetünk az önök hitközségében, mi a jelentősége az adventnek, élnek advent időszakot? Ez teljesen keresztény ünnep. Tehát a zsidóknál nincsen advent. A zsidóknál időben összeeső, de történelmek teljesen más ünnep van ebben az időszakban. Ez a Hanuka, ami ugye tegnap kezdődött. Igen. Tehát ez egy teljesen más dolog, ez arról szól, hogy időszámításunk előtt 198-ban a szíriai görögök, mert a Szíria akkor görög fennhatósága volt, elfoglalták Jeruzsálemet. Egy ideig Júdea, ahol a zsidók éltek, és a templom, még akkor meg volt a templom, az teljesen a zsidó vallásnak megfelelően működött. És akkor eldöntötték ezek a megszállók, hogy innentől kezdve megsemmisítik a zsidó vallást, és az ő istenhitüket fogják, a több istenhitet és a szobrok imádatát fogják megvalósítani Judeában, és megszentségtelenítették a templomot, bevittek Zeus szobrot, és ugye nem bárányt áldoztak, hanem disznót, ami tudva levő a zsidó vallásban azért nem feltétlenül jó dolog. És erre, ahogy szokásos, egy részük ugye meghódolt, egy részük meg föllázadt, és egy lázadás tört ki időszámításunk 195-ben, amelynek katonai vezetője Júda Makábi volt, és innen nevezték el a makábeusokat, és ez egy töredéke volt az akkori görög hódítók csapatainak, de mégis megverték őket, és visszafoglalták a templomot. Na most a templomban szétvertek mindent, ami a zsidó valláshoz szükséges. Többek között az örök mécses tápláló kóser olaj tartályokat is, de találtak egy lepecsételt olajtartályt, ami viszont egy napig elegendő olajat tartalmazott, holott ahhoz, hogy a templom a szentségét visszanyelje, 8 napig kellett volna égni az örök mécsesnek, és akkor történt a csoda, hogy az egy napig elég olaj, 8 napig égett, és így visszanyerte a szentségét a templom, és ennek az emlékére történt, lett a Hanuka. Ez annyira érdekes ünnep, hogy ez nem a biblikus történetek közé tartozik, hanem az egyik katonai történet, amit a zsidók ünnepelnek olyannyira, hogy azért készültem egy kicsit, olvastam, hogy a János evangéliumában benne van, hogy Jézus Krisztus is feljárt Jeruzsálembe ünnepelni ezt a fényünnepét, ugye hát, hogy égett az olaj, tehát a fényünnepe, tehát ennyire fontos ünnep volt. Hogyan telik ez az ünnepi időszak? Ez december 2-től 21-ig? Nem, ez nem így van. Tehát ez most így esett. Igen. De ez a zsidó időszámítás szerint kell nézni, és ez van olyan hónap, hogy Kiszlév. Tehát ez Kiszlév, mindig máskorra esik? Nem, ez mindig ugyanakkorra esik, csak a Gergely naptárba esik máskorra. Aha.
Ez a Kiszlév 25-től kezdődik ez az ünnep, és innentől tart 8 napig. És hogyan telik ez az időszak? Tehát ez egy örömünnep nyilvánvalóan, tehát összegyűlik a család, és akkor esznek, isznak, ilyen olajban sült ételeket érik az olaj emlékére ugye enni. Mondjon erre egy-két példát, amilyen tipikusan. Hát a tipikus, ezt mindenki tudja, most már divat Magyarországon is a flódni. Ami egy nagy, az mákos, diós, hát a mákos, almás, diós, almás és szilvalekváros. Igen. Na most ez azt jelenti, hogy van ennyit kis tészta, és ennyi bennéke az egésznek, ez egy koleszterin bomba a mai ételeket figyelembe véve, és ez a tipikusan, de van még egyébként más is, ilyen olajban sült tészták. Éppen olvastam most, mert ugye mindig olvasgatok utána, hogy sütnek ilyet, olyat, amolyat, attól függ, hogy honnan származnak. A magyar háztartásokban, tehát a magyarországi zsidóságnál ez a flódni volt a fő édesség ebben az időszakban. A második dolog, amivel játszanak az egész családok, azt én ugye trendelének emlékeztem, de azt mondja az írás, hogy ez trendedli. Ez egy ilyen pörgetjű, amelyiknek 4 oldala van, így meg kell pörgetni. Igen. Az asztalon. Egy-egy héber betű van rajta, és annak van egy jelentése, hogy tehát valamiben játszottak. Ez egy olyan szerencsejátékszerűség. Mi éppen kukorica szemekbe játszottunk, mert akkor sok pénzünk volt. És akkor ez mutatta, hogy most te fizetsz, most tovább mehetsz, nem nyertél, nem vesztettél, most megnyerted a felét, most megnyerted az egészet. És akkor ugye az nyer, aki megnyeri az egészet. Ilyen társas játék, és ilyen fából volt készítve, és még gyerekkoromban emlékszem, rengeteget játszottunk ilyennel. Ebben az időszakban, ha jól tudom, akkor minden nap meggyújtanak egy... Ez úgy van, hogy gyertyát. Van a menóra, azt mindenki ismeri, vagy legalábbis sokan ismerik, amelyik elvileg egy 8-ágú gyertyatartó, de 9 ága van, mert ugye van, ahol középen van a szolga láng, amiről minden este egymás után meggyújtanak 8 napon keresztül, tehát első este 1-ig, aztán 2-ig, aztán 3-ig, 4, és így a 8-ig eljutnak. És végül a házig, bocsánat, hogyha hát, nem vigyáznak, tehát óvatosan kell ezzel. Igen, menni. Ráadásul úgy, hogy ezt kitették az ablakba. Ezért innen jutott eszembe, egyébként nagyon látványos, és ezeknek van-e jelentőségük az egymás? Nem, ez csak a 8 napról szól. Aha, 8 napról szól. És ez nem ilyen volt, mint a mostani menórák, tehát nekünk tényleg volt olyan olajjal tartó ilyen menóra, tehát nem így nézett ki, hogy 8 napig égett. Tehát ha betettük az elsőt az olajba, egy kis vattával, utána a második, a harmadik nap, negyedik nap az olajba, akkor az tényleg 8 napig égett. Azt nem tudom, hogy csinálták, de én még emlékszem rá, hogy a szüleimnek így volt. Ön ezekből a hagyományokból mennyit tartott meg a jelen időben? Hát az az igazság, hogy amikor én gyerek voltam, akkor még nagyon nem lehetett hagyományozni, mert ugye én a szocializmus közepén születtem. Nem a közepén születtem, az elején születtem, de az ifjúsági koromat azt a közepén éltem. És hát akkor nem nagyon divat a templomba járás, meg ilyesmi, és hát én emlékszem rá, hogy így körbe kerültük a félvilágot, míg eljutottunk a zsinagógáig, hogy a nagy ünnepeken azért bemenjünk, és meglegyen az istentisztelet. Hiszen akkor még sokan éltek Karcagon, zsidók, akik már megmaradtak persze, és azért néha úgy félig volt a templom, és mi gyerekek nagyon jókat játszottunk ott. Hát sajnos most már csak a mártirok napján a leszármazottak, leszármazottai vannak már lassan itt. De azért nagyon büszkék vagyunk, hogy még mindig megvan a templom, és még mindig ilyen állapotban, és hát azért valahol ápoljuk. Tehát azért, ugye az én családom nem teljesen zsidó, de azért a hogy gyerek... készülnek a karácsonyra? Most ezt szerettem volna hát, kérdezni. Hogy mondjam, miután én zsidó vagyok, a párom meg keresztény, illetve az előző párom is keresztény volt, tehát a 3 gyerekem az félig zsidó, félig ugye keresztény, illetve hát egyáltalán nem zsidó, mert az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Ezt már nem újra tisztáztuk. Én úgy gondolom, hogy nem kényszeríthetem rá az én vallásomat a páromra. Tehát ő tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy meg én is tudtam, hogy ő kicsoda, speciál, most a párom katolikus. Ő pontosan olyan vallásos, mint én, ilyen nagyon.
annyira tudja a vallását, amennyire szükséges. És akkor ilyenkor ugye tudomásul kell vennem, hogy a karácsony az karácsony, bár időnként az a gyermek érzés... A gyermek aranyos, kicsi, neki még fontos. Meg nagy, a nagynak is fontos, meg a nagynak is. A nagyok már másabbak, de ugye a pici nála még gondolom fontos, na hogy nagy hát legyen a karácsony. Általában úgy van, hogy mikor fölébred délután, akkor a nagyfiam behozza és mutatja neki a... Tehát ők nagyon együtt vannak, és nagyon imádják egymást. Most remélem a lányommal is, mert éppen úton van repülővel haza Új-Zélandról, és hogy nekem holnap lesz a születésnapom. Isten éltesse, főorvos úr! És hát ez a születésnapi ajándékom. Uh-huh. És így együtt most nagyon szép karácsony lesz. Úgy legyen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és hogyha lesz még valami aktualitás, apropó, akkor visszavárjuk egy következő interjúra. Kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánunk. Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek én is boldog új évet kívánok. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig a Karcagon az elmúlt időszakban történt fontosabb és érdekesebb eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban, beszélgetőtársunk Kovács Miklós, 11-es diák. Beszélgettünk már veled a nyáron, akkor is beszámoltunk azokról a szép eredményeidről, amit a földrajz területén elértél. Úgy tudom, most újabb sikereket hoztál Karcagnak és az iskoládnak. Hol is voltál pontosan? Köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. A Miskolci Egyetemen került megrendezésre a földtudományi tanszéken ez a verseny. Tudom, hogy ez egy országos döntő volt, amin voltál, és egy nagyon szép eredményt is értél el. Mit vittél ide, hiszen már hallottuk, hogy a határ több részét is kutattad, ide milyen témakörrel érkeztél? Két pályamunkával érkeztem erre a versenyre. Ez a 6. országos középiskolai földtudományi diákkonferencia volt, ahol a tilalmas témával, a tilalmas régen és ma a paradicsom kapujában és a pokol tornácán. Ez volt az első téma, a második téma pedig az Ecsehalom komplex földrajzi vizsgálata. A tilalmassal már korábban is értél el sikereket, és az Ecsehalommal milyen sikereket értél most itt el? Ez most került elsőnek terítékre, és a földtani földtudomány szekcióban harmadik helyezést értem el. De hogy állt össze ez a verseny, hiszen gondolom volt előtte egy ilyen tudományos kutatási rész? Igen, terepi felmérés során több mérés is elvégeztünk. Olvastam forrásokat, különböző forrásokat, és dr. Tóth Albert által ajánlott 10 kataszterezési szempont alapján végeztem el ennek a halomnak a felmérését és vizsgálatát. Ez azt jelenti, hogy kimentél a terepre, és ott akkor mit csináltál? Tehát milyen feladatokat kellett végezned? Hát meghatároztuk a halom relatív magasságát, a halom környékét, a tájképi értékeket. És akkor milyen következtetéseket vontál, hiszen gondolom, hogy sokan nem ismerősek ezen a részen. Mondjuk el nekik, hogy hol is található Karcagnak mely részén ez a halom? Hát Karcagtól északra, észak-keletre található ez a rész. Karcagtól körülbelül 14 kilométerre, tilalmas fele és tilalmas utáni 4 kilométer. Nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és én nagyon érdekesnek találtam ezt a témát. És akkor mit tudunk erről a részről, mondjál el valamit, mondtad, hogy néztetek magasságot, környezetét, tehát milyen ez a halom, milyen állapotban van jelenleg? A halom jelenleg roncsolt, de egyértelműen magán hordozza az antropogén hatások jeleit. Ezt a roncsot, ezt mondjuk el, hogy mit jelent, hiszen főszántások voltak, tehát nagyon sok olyan halmot megsértettek, mezőgazdászok, akik ezt nem tudták, ugye? A halmon egy út vezet át, egy földút keresztezi, ami antropogén aszimmetriát mutat, és ez azért volt, mert a karcagi piacra a nádudvariak ezen az úton át hozták be az áruikat, vagy állataikat. És akkor ott, amikor a kis előadásod elhangzott, kaptál-e kérdéseket? Igen, egy 5 perces vitában úgymond meg kellett védeni. Hát a kérdések azok voltak, hogy miért keresztezi például ez a földút a halmot. Mivel mértem a halmot, hogyan térképeztem fel, milyen forrásokat használtam,
hogyan dolgoztam fel a témát. Azt hiszem, hogy az előbb említetted már dr. Tóth Albert főiskolai tanár úr nevét. Ő a kunhalmok nagy kutatója, és gondolom, hogy ebben sokat tudott neked segíteni. Igen, olvastunk tőle sok forrást és sok könyvet, és ezáltal sikerült összetenni a dolgozatot. És akkor a másik dolgozatot se felejtsük azért el, hiszen azt mondtad, hogy a tilalmassal itt is indultál. Azzal milyen eredményt sikerült elérni? A tilalmassal pedig 5. helyezést értem el ezen a konferencián. Nem mindenki láthatta nyáron már a riportot, a tilalmasi részt, azt hogyan dolgoztat fel abban, milyen adatok és források szerepelnek. Úgy tudom, itt egy kicsit másképp készültél, hiszen a megtalálható források mellett ki is mentél és beszélgettél az ott élőkkel, hiszen azért Tilalmason még elég sok család lakik kint. Kikkel sikerült beszélned és milyen információkat kaptál tőlük? Az utcaemberével sikerült riportot készítenem. Továbbá Kovácsné Kerekes Katalinnal, a szorvány képviselő asszonyával, és a Karcok Tilalmasi Mezőgazdasági Kft. Vezetőjével. Itt milyen megállapításokat mondtál itt ezen a konferencián? Hát itt is bemutattam tilalmas, demográfiai és társadalmi mutatóit, a Karcok Tilalmasi Mezőgazdasági Kft.-t bemutattam. De akkor mi lesz a következő, hiszen téged ismerve már biztos megvan az újabb határész, amit egy másik konferenciára szeretnél feldolgozni. Igen, tervezem a jövőben az ecsezugi témát kutatni. A halomnak köze van az ecsezugi témához. És akkor úgy látszik, hogy te nagyon belástad magad ebbe a földrajzi dolgokba, ezen kívül mi minden érdekel még? Hát a földrajzon kívül még a helytörténet, ami igazán érdekel. És akkor ha nagy leszel, hiszen azért már közelebb vagy a pályaválasztáshoz, milyen területre szeretnél menni? Hát földrajz és helytörténet, történelem. Ezen, amíg most gondolkozom. És hát gondolom, hogy ezek a szép eredmények arra ösztönöznek, hogy ezt folytatni kell. Én azt kívánom, hogy ebben a tanévben legyenek még hasonló szép eredményeid, és akkor, ha újabb eredmények lesznek, akkor ismét jövünk és beszélgetünk veled ezekről. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Major János szaktanár az, aki segítette Miklós munkáját. Azt gondolom, hogy ez közös siker, amit elértek most Miskolcon. Ön is boldog, gondolom, ennek az elismerésnek a tudatában. Természetesen azt gondolom, hogy ez egy olyan siker, egy olyan öröm, aminek egy szaktanár mindenféleképpen kell, hogy örüljön, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcagi Televízió nézőit, úgy mint szaktanár, úgy mint a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumnak a tanára. Tudom, hogy ön nem karcagi, tehát gondolom, hogy amiket itt Miklós földolgozott, lehet, hogy ez egy-két olyan információ volt, ami önnek is újdonságként hatott. Hogyan tudott segíteni neki a kutatásban? Így van, én nem karcagi vagyok, de az elmúlt 11 évben úgy érzem, hogy karcagivá váltam. Hát tulajdonképpen ez nálam is hasonló formában történt. Ahogy teltek itt Karcagon az évek, úgy igyekeztem megismerni a város történetét, és elsősorban a város periférikus részeit, tehát a külterületeket, az egykori határrészeket. Hát igazából ez egy közös elhatározás volt. Tehát nem előzte meg saját kutatás, hanem úgy döntöttünk, hogy minek után Miklós jelezte azt, hogy szívesen belevágna ebbe a munkába, ebbe a kutatómunkába. Ez tulajdonképpen közös elhatározásból született, és tilalmassal indítottunk tavaly. Azt dolgoztuk fel, ami még mind a mai napig nincs befejezve, tehát úgy gondolom, hogy az egy folytatása lehet még az elmúlt tavalyi évnek, illetve az idén kezdtük el ezt az ecsezugi határrészt, és az ecse halommal kezdtük a konkrét feldolgozást. Tud-e esetleg olyan tanáccsal szolgálni Miklósnak a saját múltjából, hiszen ön is folytatott, ahol élt a helytörténeti kutatásokat, hogy milyen forrásokra hivatkozzon, vagy tehát ilyen szakmai tanácsokkal is el tudja ellátni? Így van. Én úgy gondolom, hogy Karcag ilyen szempontból nagyon jó helyzetben van. Azért több olyan neves kutató van Karcagon, tehát kezdve a Ruzsicka Ferenc helytörténésszel, én úgy gondolom, hogy az ő neve fémjelzi valahol a mi eredményeinket is, tilalmast mindenféleképpen, vagy éppenséggel dr. Barta Júlia néprajztudósnak a munkái, és folytathatnám, mert nagyon sok olyan munka születik, ami valami kis részt Karcagból és a Karcag környéki részekből bemutat. Én azt gondolom, talán ennek az egyik legjobb vetülete volt a legutóbbi nagykunsági konferencia a Dérényi Művelődési Központban,
ha valaki elment és megnézte, hogy milyen kiadványok vannak, akkor tengernyi kiadványból választhatott. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen, hogyha tanács kellene adni Miklósnak, vagy bárkinek, aki ilyen témába nyúl, és ilyen fiatalon, ez pedig mindenféleképpen azt gondolom, hogy dicséretes, hogy 16-17 éves középiskolásokat rá lehet venni, és kedvből, tehát önkéntesen vállalják ennek a feladatnak az elvégzését. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a mi helyzetünkben egy szakirodalmi tájékozottság, tehát először meg kell keresni hozzá megfelelő irodalmi jegyzéket, a bibliográfiát, és utána pedig a terepi munkával. Tehát azt gondolom, hogy a kettő egymástól elválaszthatatlan, tehát nem tudjuk, olyan témáink vannak. Így van, tehát nem lehet a szobában az íróasztal mellett ezt megírni, és azt gondolom, hogy ez utóbbit élvezzük jobban, tehát a terepi munkát, amiben nagyon sok időt és energiát bele kell, hogy fektessünk, és úgy gondolom, hogy ezt örömmel tesszük. Reméljük, hogy egyszer ezek a kutatások is, ha nem is egy hatalmas nagy könyvben, de valami könyvnek a fejezeteként, részeként megjelenhetnek majd nyomtatásban is. Valahol azt mondom, hogy egy kicsit dédelgetett álmunk az, hogy mind a tilalmasi téma, mind az ecsehalom, mind az ecsezugi téma egy kis brosúrában, egy kis könyvben megjelenik. Itt természetesen nem komoly, nem annyira komoly dolgokra kell gondolni, de úgy gondolom, hogy hát egy részben így van, tehát diák szinten, vagy azt mondom, hogy részben tudományos szinten, én azt gondolom, hogy előszeretettel olvasgatnák a karcagiak ezeknek a határészeknek a jelenlegi, azt mondanám, hogy permanens helyzetét, vagy egy kicsit a múltját, vagy a jövőképét. Annál is inkább, mivel hogy itt Miklós elmondta, hogy az ecsezugi részt azt folytatnánk, tulajdonképpen ott is megvan már az anyag, mert felmértük a tanyaközpontot, felmértük a kinti KFT-t, a Szilágyi János által vezetett KFT-t, úgyhogy úgy gondolom, hogy a jövőben ezekről még lehet hallani. Én önnek is és Miklósnak is jó munkát kívánok, és hasonlóan szép eredményeket. Köszönöm szépen, és köszönjük a lehetőséget. Én is bízom a szép eredményekben, annál is inkább, mivel hogy ez a miskolci konferencia, ez még csak a tanévnek a kezdete volt. Én ezzel kapcsolatban írtam egy cikket a Hírmondóban, illetve az Infokarcagon, ott elmondtam azt, hogy tulajdonképpen még el sem indult ez az év, ez a tanév, és már is egy szép harmadik helyen elő tudtunk lépni. Én azt gondolom, hogy a közeljövőben ránk váró konferenciák Pécsen, Csurgón, illetve egyéb lehetőségek, már el is küldtük egyébként két másik pályázatra a dolgozatokat, amit a Természetvilága hirdetett meg. Hát reménykedjünk a legjobb bankban, bízunk, hol egy kicsit pesszimistán, hol egy kicsit objektíven, de azt gondolom, hogy erre van lehetőség. Úgyhogy én mindenféleképpen azzal zárnám, talán ennek a miskolci konferenciának a végkicsengését, hogy én szeretnék gratulálni Miklósnak, mint mentortanár, és azt gondolom, hogy az ő kitartása, az ő hozzáállása és a tantárgyhoz való ragaszkodása mindenféleképpen dicséretes és példaértékű, és nem utolsó sorban pedig szeretném megköszönni anyaintézményünknek a támogatást, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumnak, a fenntartónak, a Karcagi Református Egyházközségnek, és természetesen a tanuló szüleinek is a támogatását. Hát akkor jó munkát kívánunk, hiszen elmondta, hogy van mit csinálniuk még a következő hónapokban, és köszönjük szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. November végén tartja évzáróját a Jász-Nagykun Szolnok megyei Mozgássérült Egyesület karcagi csoportja, amely az idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A november 24-én megtartott összejövetel előtt Szekeres Györggyel, a csoport vezetőjével beszélgettünk. A jelenlegi létszám az egy 150 fő, a vidéki 5 város község képviselteti magát, mint ahogy mink is szoktuk náluk. A múlt évben viszont, illetve ebben az évnek az eseményeiről annyit hadd mondjak, hogy hát igazi rendes éves munkaterv alapján dolgozunk, és minden héten csütörtökön meg volt tartva rendszeresen a ügyelet. Minden hónap utolsó péntekén meg volt a csoportgyűlésünk tartva, a csoportgyűlésen igazi számot adtunk az aktuális kérdésekről. Hát egy baráti beszélgetés, meg általában valami uzsonna
Volt, amikor a anyák napján, apák napján kiadósabb, birkapörkölt, stb. Lábszárpörkölt, ilyenek voltak. És hát általában mindig olyan 70-től 100 főig. De volt, amikor majdnem megszorultunk, vagy alig bírtuk elhelyezni a székhelyünkön a jelenlévőket, mert meghaladta a 110 főt is. Rendszeres ez nálunk. Annak nagyon tudok örülni a magam részéről, hogy a vezetőség minden tagja és körülbelül egy 60 fős aktíva. Az, aki rendszeresen segíti a munkámat, megmondom őszintén, hogy 80 éves fejjel már nem is bírnám magam, de egyébként is alapelvem mindig a volt, hogy csak úgy mehet jó, ha megvan osztva a munka, és én ezt első perctől kezdve, hát 16 évvel, vagy 17. évvel ezelőtt is elmondtam, és azóta most már így nagyon jól megy a dolog. A nyáron egy jubiláris megemlékezésre is sor került. A 25 éves évfordulónk volt a megalakulás, a karcagi csoport megalakulásának, mert előtte igazi megrendeztük 5 évvel a megyei 25 éves fordulót, és itt rendeztük mi Karcagon. Hát itt is voltak egy olyan 170 fő, szintén a környező városokból, megyétől, város képviseletéből, és azért itt is hagyj említsem meg az önkormányzat segítségét, ahol a pályázatunkon nyertünk nem nagy összeget, de tudom, hogy szerény a kassa a városnál is, mert nem a jó akaratokon múlik. Külön hagyj említsem meg amit a beszámolomba is el fogok most mondani, hogy a Fidesz karcagi csoportja egy 50 ezer forintos támogatást adott az egyesületünknek a 25 éves jubileumi ünnepség segítésére, amit nagy tisztelettel ezúttal is szeretnék megköszönni. Ezen kívül hagyd mondjam azt, hogy hát kultúrműsor szinte mindig van valamilyen formában, mint ahogy most is lesz. Ebbe is nagyon sok segítséget kapunk a város illetékes kultúr centrumaitól, vezetőitől, mint ahogy a 25 évesnél is a Déri Néművelődési Házat bérmentve adták ide, és ez is nagy segítség, ezért köszönöm Kovácsné Katikának a segítségét. Az év folyamán volt 3 kirándulásunk Jászberénybe, az állatkert, egy múzeum, és természetesen ott mindig van egy ebéd, meg a fürdés. Utána volt Tiszafüreden egy hajóút, nagyon jól sikerült, abba segítettek a tiszafüredi kollégák is, vagy sorstársak is a szervezésbe. Ott is volt múzeumlátogatás, meg utána fürdés, természetesen ott is volt az ebéd. A rendkívüli dologként meg kell említenem, hogy Turkevére szinte minden évben tudunk menni, vagy el szoktunk menni, nagyon szeretnek a tagok oda menni, és sokszor van úgy, hogy korlátozni kell a jelenkezőt, mert hát igazán megkapjuk a létszámot, hogy mennyit tudnak fogadni. Hát Turkevén most csak egy fürdés volt, de itt is hadd köszönjem meg Nagyné Kovács, Nagy Imréné Katikának, hogy megszervezte nekünk a vízitornát, és volt egy vízitorna is. Tehát valamilyen eseménnyel mindig iparkodunk fel pörgetni az életet úgy, hogy azért ne legyen unalmas, akik még ott vannak. Az egyesület természetesen érdekvédelmi feladatokat is ellát, sokat segítenek például a gyógyászati segédeszközök beszerzésében. A mostani gyűlésünkön itt van Székesfehérvárról egy elektrovállalatnak a ügyvezető igazgatója vendégemként, aki forgalmaz nyugatról behozott felújított kocsikat. Ez egy új lehetőség, és felajánlottak olyat, hogy motoros járműbe évente 10 darabot tudnak biztosítani úgy, hogy az önrész, amit kell fizetni a tagnak, azt is átvállalja a vállalat. Hát majd ez még most kezdődik ez a kapcsolat. Bízok benne, hogy eredményesen, gyümölcsözően tudunk majd együtt működni. A folyamatos munka a terveket is megfogalmazza, és ez a fontos, mert a csoport részletes terv alapján működik. A jövőt illetően ugyanez a feladatunk, elképzelésünk, hogy legalább 3
kiránduláson részt vegyünk, az elmondott szokásos heti és havi gyűlések megtartására, de a részletes programot azt mindig márciusban szoktuk megcsinálni, mert most még lesz 2-3 alkalommal foglalkozás, illetve ügyelet. Utána, amikor már nagyon hidegek bejönnek, akkor nem szoktunk tartani, mert nincs is neki sok értelme. Ezek az emberek, nem mindenki tud eljönni. Hát, talán annyit még végezetül, hogy én mondtam a 25 éves évfordulón, hogy a 50 éves szeretném megszervezni. A mozgáskorlátozottak egyesülete tagjait Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő üdvözölte. Az egyik legnépesebb civil szervezetről van szó, és annak külön szeretnék hangsúlyt adni, hogy már 25 éves jubileumát ünnepelte az idén ez az egyesület. Rengeteg civil egyesület van a városunkban, amit az önkormányzat a szerény anyagi lehetőségeivel mindegyiket támogatja a maga módján, és ezt tudom ígérni, hogy a jövőben is így fog történni, és nagyon nagy örömmel jövök a mozgássérülteknek a találkozójára, hiszen az önkormányzat mindig is figyelembe veszi az ő kéréseiket, az ő szükségletüket. Utalnék itt a városban fölfestett mozgássérült parkolóknak a meglétére, vagy utalnék a felfestett zebrákra, amit ugye mindenki láthat, hogyha a várost járja. Tehát maximálisan figyelembe veszük az ő dolgaikat, tehát amire szükségük van, és az önkormányzat támogatja az egyesületet. Az önkormányzat odafigyel a mozgássérültek gondjaira, a járdák és utak állapotára is, ami esetükben nagyon fontos. Önkormányzatunk figyelemmel kíséri az elhasználódott járdákat, a kikátyúsodott utakat. Hát szintén azt tudom mondani, hogy a szerény lehetőségeink szerint mindent elkövetünk ezeknek a kijavítására. Egyelőre most nehezebb a helyzet az önkormányzatnál, mint az elmúlt években, ezt megszoktuk, de ami balesetveszélyes, ami már nagyon-nagyon elhasználódott, azt rendbe kívánjuk tenni, illetve hát ezeket az akadálymentes feljutási lehetőségeket is próbáljuk biztosítani. Miénk ez a nap, mert a szakma hívogat. Ez volt a címe a Kádas György Általános Iskola és Szakiskola november 19-én megrendezett szakmai napjának. Vigné Károlyi Katalin igazgató szerint ez a rendezvény kiváló alkalom a bemutatkozásra. Megmutatni azt, hogy itt ki milyen szakmát tanulhat és sajátíthat el. Egy olyan nyílt nap, amikor itt belül, a falainkon belül megismerkedhetnek a jövendő tanulóink azzal, hogy ki mit, milyen módon tanulhat meg itt nálunk. Mi egy speciális szakiskolák vagyunk, ahol szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermekeknek a továbbtanulását tudjuk biztosítani. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan lehetőség, ami a megyében nem sok helyen adatik, hogy ezek a speciális igényű gyerekek olyan szakmát tanulhassanak, ahol kiteljesedhetnek, és ahol megmutathatják az ő saját kreativitásukat is. Ez a nap az itt tanulható szakmákról szól, bemutató a végzősöknek. A 8. osztályos tanulók vannak itt, akiknek februárban be kell adni a jelentkezésüket valahol, valamely középfokú oktatási intézménybe, és ők próbálhatják ki itt magukat a mai napon. A kertésztől a mézes kalács készítőig több szakma is az érdeklődők rendelkezésére áll. Ezek birtokában az elhelyezkedés is könnyebben megy, de manapság bizony az is nagyon nehéz. A tudás persze otthon is kamatos. A mai világban és a mai társadalmi lehetőségek között nagyon szerény a lehetőség az elhelyezkedésre, de nem lehetetlen. Azt gondoljuk, hogy ha megtanulja a kertészkedést, azt otthon a saját kis portáján is meg tudja tenni, és megtermelt javait eladhatja, és valahogy valamilyen szinten jövedelemhez jut. Ugyanez igaz a mézes kalács készítésre is, vagy a fonott bútor és kosár készítésnél igyekszünk olyan lehetőségeket keresni, amivel nem egy nagy gyárba, egy nagy üzemben,
üzembe bekerülve próbálja majd megkeresni a lehetőségét és a kis pénzét a jövendőbeli állampolgár, hanem otthon, a saját ütemében, a saját ritmusában, a saját lehetőségei között tud majd olyat végezni, amit értékesít, és talán meg tud belőle élni. Per pillanat ezek a lehetőségek adódnak. Azt, hogy a jövőben hogy lesz, ezt nem tudjuk, mert hogy minden változás előtt áll. Ezeket a lehetőségeket figyelemmel kísérik a szülők is. Nagyon nagy igény volt ebben az évben a zöldségtermesztő szakra. Úgy látszik, hogy a szülők is rájöttek, hogy bizony ennek jövője lehet, mert hogy a háznál portákon megtermelhetnek gyerekek dolgokat, amit utána értékesíteni vagy felhasználni tudják. Erre elég nagy igény volt. Számos jogszabály változik, ezért egy-két szakma oktatása veszélybe került. Az itt kikerülő gyerekek nem kapnak OK és bizonyítványt, hanem részképességről kapnak bizonyítványt, tehát az ő képességei nem teszik lehetővé, hogy egy szakmunkás szintet érjenek el. Ez egy betanított szintnek felel meg, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi képzési rendszerből ki fog esni ez a zöldségtermesztői szak. Biztosat azért még nem tudunk mondani, bízunk benne, hogy nem így lesz, de fölkészülünk arra, hogyha így lesz, akkor a pargondozói szakunkat fogjuk, és valamilyen mással helyettesíteni azt, hogy növényt termeszthessenek a gyerekek, hogy megtermelhessék a saját javaikat. Az iskola létszám az utóbbi 2-3 évben stagnálni látszik. Ugye két iskoláról tudok beszélni, Karcag és Kisújszállás esetében. Itt Karcagon csak az enyhe fogban sérült gyerekek vannak, általános iskolás tanulóink is, és vannak szakképzésben levő gyerekek is. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 2-3 évben stagnálódott a létszám. Itt Karcagon egy olyan 80-90 gyerekről van szó, Kisújszálláson pedig lennövekedés volt, mert a autista gyerekeket fogadtuk be, és a súlyosan fogyatékos gyerekek óvodáztatása is beindult. Átlag azt tudom mondani, hogy a két iskolában 200 gyerek az, aki nálunk tanul és kapja meg azt az egyéni segítséget, fejlesztés, ami az állapotához szükséges. És hogy ez egy ilyen beállt létszámnak tűnik. Az iskola 8-as számú kerületben található, a szakmai nap zsűriében Pántildikó képviselőnő is helyet kapott. Rendkívül szerencsésnek tartom választókerületemet, hogy ez az intézmény telephelyként itt található, a 8-as számú választókerület középpontjában, nyugodtan mondhatom ezt, hiszen helyzetéből adódik az a lehetőség, hogy a kibővített választókerületem úgy a Kisújszállási út jobb, mint a Kisújszállási út bal oldalán lévő területet is felöleli, tehát bármilyen rendezvényt szervezünk önkormányzati képviselőként itt a körzetben, gondolok a lakossági fórumokra, gondolok a fogadóórákra, egyéb rendezvényre, mindenkor úgy szoktam mondani, hogy ez a telephely, innen indulunk ki, és ide vágyok a kedves választókerület lakóit. Elmondhatom azt, mint egykori pedagógus, hogy rendkívül tartalmasnak és színesnek találom az intézményben az utóbbi években folyó munkát, hiszen van rálátásom, minden rendezvényre, mint a körzet képviselője meghívást kapok, mint ahogyan a mai napra is a zsűri egyik tagjaként. Tehát így is látom, úgy is látom, amikor napközben erre járok, jó időben, tavasztól őszig látom a tevékenykedő diákokat, akik az intézmény előtti parkot csinosítják, virágot ültetnek, füvet nyírnak, sőt, olyanra is volt példa, hogy felajánlásként rendbe tették az iskola egy kicsit, hogy úgy mondjam, tágabb környezetét is munkájukkal. Tehát így is láthatom, meg úgy is láthatjuk, ha bárki belép az intézménybe, mindenkor szép időszerű kiállítás fogadja, és ez azt hiszem öröm valamennyünk részére. Ez a mai nap, ez pedig kimondottan a színes programjával, versenyprogramjával mutatja azt a lehetőséget, amellyel az intézmény él, és amellyel meghirdeti a diákok részére ezen szakmai nap programját. Sándorné Szakelcsi Ildikó szeptember óta a tagiskola vezetője.
nagyon nagy jelentősége van a mai napnak, hiszen arra készülünk, hogy be tudjuk mutatni a járásnak, illetve a megyei térségi iskoláknak, az iskolánknak a sajátosságait, a szakképzés sajátosságait. Mind a pedagógusok, mind az iskolák, mind a tanulók személyesen ismerjék meg, hogy milyen munka folyik nálunk, illetve hogy milyen szakmákban tanulhatnak tovább a 8. osztályt végzett tanulók. A bemutatkozásra mindenkit várnak, a lehetőségek megismerése fontos dolog. Nagy szeretettel fogadjuk ilyenkor erre az eseményre akár pedagógusok, akár iskolák képviselői, természetesen elsősorban a tanulókat, de mint a mai napon is jelen van például szülőgyermek, pedagógus gyermek, önkormányzatok, és természetesen az érdeklődők, bárkit szeretettel várunk, fogadunk ilyenkor. A mai nap főszereplői a pályaválasztás előtt álló tanulók. A karcagi tagintézményben is a pályaválasztási osztályok vannak jelen, a 7.-8. osztályosok, illetve a térségi iskolákból is a vendéggyerekeink, a versenyző gyerekek, 7.-8. osztályos tanulók. 7 iskola képviseli magát, a mai délelőtt statisztikáit pontosan nem tudom, hogy hány fő. A szakmaválasztási lehetőséget a megye számos intézményében kihirdették, a mai alkalomra sok felől érkeznek tanulók. Megyei régióból érkeznek a tanulók, minden kistérségből várjuk a tanulókat tovább tanulni, illetve szakmát tanulni. Azt, hogy a mi is iskolánkban most 96 fő tanul, de ez szakképzés és az általános iskola együtt. Népszerűek a szakmák. Minden szakma területünknek megvan a létszám kerete, de fogadóképesek vagyunk. Tehát ezt tudom mondani, hogy fogadóképesek vagyunk. Tehát nincs maximális kihasználtság. A tovább lépéshez szakma szükséges. Annak ellenére, hogy változnak a törvények, és a tankötelezettségi korhatár lejjebb kerül. Ezt szeretnénk, hogy ne otthon munkanélkül, hanem igenis akár az intézményben egy vagy másod szakmát tanulva hasznosan töltsék, illetve szakmával rendelkezve kerüljenek a tanulók aztán az életbe. A verseny már korábban meghirdették, most 3 helyszínen mérik össze a tudásukat a tanulók, de a szülőkről sem feledkeztek megemlékezni. 3 helyszínen folyik a versenyzés. A kézműves alkotók már múlt héten beküldték a pályamunkáikat, ezek értékelése jelenleg folyik, és ezek a tanulók most kézműves foglalkozásokon vesznek részt, elsősorban a népi kézművesség jegyében. A kiskertészek totót töltenek ki, növényfelismerési gyakorlaton vesznek részt, illetve növényeket fognak ültetni, és így fog kiderülni a verseny végső sorrendje. Az ügyes kerékpárosok szintén totót töltenek ki, ügyességi kerékpározás lesz, illetve egy kis szerelési gyakorlat is. Ezt követően lesz az eredményhirdetés. Nagyon szépen köszönjük a szponzorainknak, nagyon sok szponzorunk van, hogy minden tanulónak tudunk ajándékot adni, és meg is tudjuk őket vendégelni. A délutáni nap folyamán 1 órakor pedig felnőtteknek, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában érintett felnőtteknek egy szakmai pedagógiai fórumot szervezünk. A szakmai fórumok népszerűek, szükségesek is. Tavaly is volt egy szakmai fórumunk, de az nem a szakképzéssel foglalkozott, hanem általánosságban a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetével. Ez a mostani fórum kifejezetten a szakképzésre, a sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére koncentrál. Azért a törvényi változások minket is elég keményen érintenek, és eligazodni a jogszabályokban, az új lehetőségekről fogunk tartani egy fórumot. Sok jogszabály változik. Igazán a sajátos nevelési igényű tanulóknak a helyzete nagyban nem változott, illetve csak az a kérdés, hogy ebben az új rendszerben hol lesz a helyünk. Tehát az új változásokban ugye a nagy szakképző intézmények, ugye a 3-4 ezer fő szakképző intézményekben vagy önállóan, ez még a mai napig is nyitott kérdés.
Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Délinél Kulturális Központban, és egy kicsit nagy a hangzóval mögöttünk, hiszen a 8-os, 7-es, 8-os gyerekek jöttek ma ide. Mi is van itt ma pontosan, erről kérdezzük Balog Andreát, a Kulturális Központ munkatársát. Ma tartjuk november 22-én a térségi középiskolák bőrzéje című pályaválasztási kiállításunkat. Ezzel szeretnénk segíteni a 7-, 8-os tanulóknak, általános iskolai tanulóknak abban, hogy hova is felvételizzenek, mely középiskolát válasszák majd. A gyermekek mellett természetesen várjuk az érdeklődő szülőket is. Hát ma egészen pontosan 15 óráig fog tartani a rendezvényünk. Úgy szerveztük meg, hogy a karcagi és a környékbeli általános iskolásoknak kiküldtünk egy meghívót a rendezvényre, és órarend szerint beosztottuk őket, hogy mondjuk 10 órakor hány gyermek érkezik, 11 órakor és így tovább, egészen délután 3 óráig, és reméljük, hogy minél többen lesznek, bár eddig úgy tűnik, hogy nagyon sokan vannak. Itt láttuk, hogy sülnek a palacsinták, lehet kipróbálni különböző dolgokat, amelyet az iskolák hoztak. Mely településekről vannak itt a középiskolák? Hát Karcagról mind a három középiskola itt van, Kisújszállásról, Kenderesről, Mezőtúról, Turkevéről, Szolnokról vannak itt, egészen pontosan három iskola is, Püspökladány is képviselteti magát. Az előző évek gyakorlata az volt, hogy még Egerből is érkezett hozzánk egy középiskola, sajnos az idén nem tudtak ők sem részt venni a rendezvényünkön, illetve mindig egy picit szoktunk egy olyat is szervezni, hogy a katonákat is meghívjuk ide, de most nem tudtak eljönni a rendezvényünkre. De úgy tudom, hogy ez egy első állomása volt ennek a segítésnek, hiszen a gyerekeket még próbálják egy másik alkalommal, vagy a felnőtteket próbálják még egy másik alkalommal is hasonló rendezvényre hívni. Igen, ez így van. A múlt héten tartott Sóténi Szatmári Dóra kolléganőm egy közművelődési csoportülést, ahol a középiskolákat képviselő pedagógusok elmondták nekünk azt az igényüket, hogy szeretnék, hogyha egy felsőoktatási ilyen bőrzét tartanánk a jövőben, még a jelentkezési határidő lezárta előtt, és úgy tűnik, hogy január végén fogunk egy ilyet megrendezni. Kérjük a középiskolák tanulóit, illetve vezetőit, hogy írják össze nekünk azt, hogy mely felsőoktatási intézményt látnák szívesen itt a rendezvényünkön. Őket meghívjuk, természetesen azon már jelen lesznek a katonák is, és akkor ezzel is szeretnénk segíteni majd a felsőoktatási továbbtanulásban is a diákoknak. Azt hiszem, hogy ez egy pozitív példa és követendő, hiszen így nem nekik kell elutazni esetleg Egerbe vagy Nyíregyházára, hanem onnan jönnek ide, és sokkal gyorsabban tudnak tájékozódni, esetleg szülők is el tudnak jönni, tehát tényleg segítik ezt a pályaválasztást, ami nem is olyan egyszerű feladat. Hát egyáltalán nem egyszerű feladat, mert ugye most, tehát magamból kiindulva, mondjuk én már régen jelentkeztem főiskolára, de ugye azt is meg kell nézni, hogy milyen messze van mondjuk a lakóhelytől, aki mondjuk nem kap kollégiumi szállást, akkor vagy albérletet vesz ki, vagy megpróbál bejárni, tehát gondolom itt elsősorban a környékbeli felsőoktatási intézmények lesznek egy karcagi számára a népszerűbbek, de én nagyon jónak, meg mi itt a kolléganőimmel nagyon jónak találjuk azt, hogy engedünk egy kis bepillantást nyerni a felsőoktatási intézmények mindennapjaiba, mint ahogy ma is a középiskolákba betekintést nyerhetnek a diákok, a tanulók. Hát azt hiszem, hogy az itt lévő igazgatók mellett a diákok, akik ott tanulnak, azok a legérdekesebbek, hiszen ők tudják elmondani saját tapasztalataik révén, hogy miért menjen oda egy karcagi diák esetleg az ő iskolájukba. Hát igen, és el is mondják, úgy látom itt a bőrzén ezek a diákok. Láthatunk olyat, hogy egyenpólóban vannak, tehát az iskola külön csináltatott erre az alkalomra egy egyenpólót a diákoknak. Fúrnak, faragnak, lehet fényképezkedni, festenek, palacsintát sütnek, tehát itt már igaz, hogy nem látszik a tévébe, de itt a palacsinta illat terjeng, filmeket vetítenek az iskolákról, prospektusokat adnak, tehát nagyon érdekes egyébként ez a kiállítás, és én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos is. És egy gondolok, és jó munkát kívánunk, hiszen azért még van itt, akinek segítenie kell az útbeigazítását a pedagógusoknak, és akkor találkozunk januárban egy hasonló rendezvényen. Szeretettel várunk mindenkit januárban. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nyíriné Kátai Katalin, akivel az adventi készülődésről fogunk beszélgetni. Köszöntöm Önöket, advent időszaka van, ilyenkor valamilyen szinten feldíszítjük, ünnepi ruhába öltöztetjük otthonunkat.
Mai vendégünk már hagyományosan minden évben visszajár hozzánk, hogy adjon nekünk néhány hasznos ötletet a karácsonyi készülődéssel kapcsolatban. Vendégünk Nyiriné Kátai Katalin, a Kovács Mihály tagiskola pedagógusa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, és örülök, hogy ismét elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást. Örömmel jövök mindig, és igyekszem megtölteni a stúdiót ilyenkor. Hát ezt most látjuk, a nézők mondjuk nem látják, hogy vannak itt még kartondobozok telepakolva. Pénzkérdése az, hogy egy kicsit ünnepivé tudjuk varázsolni lakásunkat, otthonunkat. Hogyan látja ezt a kérdést? Részben, természetesen, mert szoktam mondani, hogy ingyen nem adnak semmit sem a boltba sem, de nagyon jól szét kell néznünk a házunk táján ahhoz, hogy minél olcsóbban megoldhassuk az ünnepi készülődést. Ezt én a gyerekekkel próbálom is tudatosítani, és összeszedünk minden olyan dolgot, amiből újakat lehet varázsolni. A legelső, amikor adventi koszorút készítünk, ezzel kezdődik az ünnepkör. Az adventi koszorú, ami most az asztalon van, ez igazából még nem a gyerekekkel, hanem a főleg a saját kezem munkája, de igyekeztem... Megmutatom a nézőknek, erről beszélünk most. Igen, igyekeztem szintén fölhasználni az otthon található dolgokat. Először is bevontam kender szalaggal a szalmakoszorút, aztán hát nekem ugye több minden van otthon, tehát kis kaspókat is találtam, amelyek még mázasak is, tehát dekoratívak. Ezeket be egy oázist helyeztem, és a kertben található zöld, örökzöld növényekkel, bogyókkal feldíszítettem. Hát ami mindenképpen pénzkérdése, az új gyertyák, amiket ilyenkor a 4 gyertyát meg kell vennünk. Mert végül is az sem annyira, tehát azt is lehet ugye olcsóbban beszerezni. Így van, ki milyen fajtát szeretne, színesebbet, vagy egy kicsit szolidabbat. Itt most én is a szolidabb és a természetesség felé vonzódtam. Csak termésekkel díszítettem, és csak a természet színeivel ezt a koszorút most. Nagyon szép, gratulálunk hozzá. Mekkora kézügyességet igényel egy ilyen adventi koszorúnak az elkészítése? Mindenki el tudná otthon készíteni. Tehát egy kezdő is nyugodtan belevághat. Én azt gondolom, hogy igen, nyugodtan. Lehet, hogy első évben nincs akkora sikerélménye, de szerintem a saját munkájának mindenki örül, illetve a családja is. Szakkört vezet a Kovács Mihály tagiskolában. Gondolom ezeken a szakkörökön, vagy ezen alkalmakkor azért beszélgetnek is a gyerekekkel. Ők mit mondanak, mennyire szoktak otthon készülődni? Mennyire van ennek még hagyománya, hogy otthon valamilyen szinten feldíszítsék a lakásokat? Elég változó. Természetesen most is vannak még olyan családok, akik nagyon-nagyon készülődnek. Azért vannak olyan gyerekek, akik csak innen az iskolából merítenek ötletet is, és minden olyan információt, ami az ünnepkört egy kicsikét hangulatosabbá és meghittebbé teszi. Ezért is próbálom őket napról napra egy kicsit rávezetni, hogy ez az advent időszaka, mennyire az ajándékozás, a meglepetések, az örömök időszaka, és hogy milyen apró dolgokkal tudunk egymásnak örömet szerezni. Például, ha megnézzünk egy-egy ilyen kis termést, például ez a mandula, vagy akár csináltuk mogyoróból, vagy barackmagból. Felállok. És én azt gondolom, hogy amikor... Ez egy Mikulás. Így van, egy Mikulást varázsoltunk belőle, festették a gyerekek nagy-nagy örömmel, vagy hóembert is. A mogyorót is, hát veszünk néhány szemet otthonra ropogtatni este, néhányat el lehetett rakni, és ezt kifestjük. Tehát ehhez tényleg nem kell sok-sok pénz, illetve a héját sem dobtuk el. Tehát ez már az újrahasznosítás. Így van. És rénszarvasokat készítettünk belőle a fél mogyoró héjakból. Nagyon édesek. Egy picit térjünk már vissza még az adventi koszorúkra.
ezt megmutatom a nézőknek, ez ismerős lehet. Igen, kedves, így kell tartani, ugye? Igen, tehát így van helyesen lehet, tartva. Vagy így? Igen, mert ha felakasztom, akkor így. Tehát én így gondolom, hogy ha felakasztom, akkor lehet egy kopogtató is. Ez hogy milyen technikával készült? Ebben nagyon egyszerű technikával készült, ragasztó pisztollyal a régi karácsonyfa gömbjeimet próbáltam föltűzni, hasznosítani, de előtte egy kis csillogó szalaggal bevontam a koszorút, és így teljes csillogóvá lehetett varázsolni az ünnep hangulatát. Ezt a javaslom mindenkinek, mert otthon olyan gömbök mindig találhatók szerintem, amik nem kerülnek már föl a fára, és ezekből egy nagyon szép kis kopogtatót lehet készíteni. Esetleg letörik az akasztójuk, vagy bármi. Például így van, vagy akár egy picit, ha meg is repet, az sem fog látszani, ha úgy fordítjuk és úgy ragasztjuk. Mi most az idei télnek, az idei karácsonynak a trendszíne? Hát a trendszín... Mi a menő? A menő igazából most a pink és a lila lenne. Pink és a lila. Megmondom őszintén, én nem vagyok annyira mellette, én a hagyományos színeket jobban szeretem, úgyhogy itt nem is igazán látunk sok pinket, de az lenne igazából a mostani trendi. Nagyon szép, az is nagyon szépen tud csillogni, de én a gyerekeket a hagyomány őrzésre próbálom inkább szoktatni, tehát főleg a piros, arany, ezüst és a természetes színekkel dolgozunk mi. Melyek azok a díszek, vagy kiegészítők, amikről úgy gondolja, hogy kötelező. Ugye adventi koszorút említette először, ez a kötelező. Így van. Mindenképpen egy adventi koszorú, egy kopogtató, és amin én soha nem hagyok ki, egy karácsonyi asztaldísz, mert azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a adventi koszorú az csak a megelőző 4 hétre vonatkozik, a szentestére már nem az adventi koszorún levő gyertyákat gyújtjuk, hanem az asztaldísz egy szál gyertyáját szoktuk meggyújtani. Itt most csak egy félig, mert nem hoztam el az egészet, mert sajnos nem tudtam beletenni a kosaramba. Ezzel most szintén mutattam, mert az újságba is tettünk. Például egy pezsgős pohárba tettem ezeket a hidrokristályokat. Ez az, amit ugye nagyon pici vízbe... Így van, gyöngy formájában van, vízben megduzzad, és ha ebbe beleállítunk egy gyertyát, hoztam pedig, csak nem tudom, hogy hova tettem el az előbb, egy gyertyát beleállítunk, néhány ág fenyőágat, és már kész is az asztali díszünk, a karácsonyi asztalra. Ezek mindenképpen. Ha engem kérdeznek, akkor én igazán sok mindent mondok, mert nálam az egész lakás föl van ilyenkor díszítve, tehát az összes ajtó, fölött levő rész, szélcsengők, konyhában, függönyök, tehát terítők, ki mennyit merít belőle természetesen, de ezek elengedhetetlennek tartom én egy belépő koszorút, illetve az asztalon levőt. Vannak ugye illatok, amiket a karácsonyhoz kötünk, ilyen a fahéj, a narancs, a szegfűszeg. Igen. Ezekkel mit lehet kezdeni? Ezekkel is díszítünk, természetesen a koszorúra is szoktam tenni. A fahéjat csillagánizzsal például fölfűzzük. Aha. Ez egy nagyon kellemes illatot tesz. Ezt megmutatom a nézőknek. Illetve a narancsot, én a kivit, a citromot, saját magam készítem, szeletelem, és a sütőben szárítom. Tehát nem konvektoron kell, hanem sütőben. Ugye? A sütőnek egy nagyon alacsony fokozatán, egy 100 Celsius foknál nem kell több. De hogy még takarékosabbak legyünk, ha kisült a süteményünk, a tepsi sütemény, és még forró a sütő, akkor csak egyszerűen betesszük, és ott hagyjuk. Mennyi időre? Amíg ki nem hűl a sütő körülbelül, és akkor, ha úgy látjuk, hogy még egy kicsit nedves, akkor egy picit, egy 10-20 percre még bekapcsoljuk, és akkor kész. Ezt is lehet variálni, hogy szegfűszeg, vagy persze, fahéj, persze, csillagán ide is lehet tűzni, bele is lehet tenni, illetve, na találtam, de ez szintén egy illat, a méz gyertya, amit saját magunk készítünk szintén a gyerekekkel. Ennek nehéz a technikájának az elkészítése? Nem nehéz. Mondjuk mi ezt a viaszt, már én a viaszlapokat készen veszem, és csak a kanóccal föltekerjük, mint a
süteménybe, vagy a süteményt. Nézzünk még egy picit szét itt a kis kézműves volt házatáján. Mit ajánl kezdőknek? Tehát beszéltünk ugye a kis mogyoróról, azt ki lehet festeni, az szerintem nagyon egyszerű. Karácsonyfa díszekre esetleg van-e ötlete vagy? Karácsonyfa díszeket most készítettünk papírból például, mutatok is. És ezeket kis kövekkel, csillagos kövekkel próbáltuk csillogóvá tenni. Ez nagyon egyszerű technika, papírból gyerekekkel is könnyű megoldani, és utána ráragasztottuk ezeket a kis égköveket. Hát ami nagyon egyszerű, ez már ugye szaloncukor formájú. Ez még ilyen gyermekkorunkat idézi, amikor megcsinálgattuk, és néha. De nagyon jó egyébként, de egyébként visszahozni. Egyébként nagyon divatos és trendinek számít most, ha ebbe tesszük a meglepetés ajándékunkat, és ezzel lehet teríteni az asztalnál. Szintén a trendi számba megy, ha valaki így teszi oda a meglepetés ajándékát a tányérok mellé, egyforma színekkel, de mindenkinek a saját kis ajándékát. Ha jól tudom, akkor ön a Foltvaró klubnak is a tagja, és láttam én már olyat is, hogy az ilyen szaloncukor formát, tehát megvarják textilből, és kis gyönyörűen, díszítjük, gyönyörűen igen. Mutatnak a karácsonyfákon. Így van, igen. Azok még kisebbeket, igen. Tehát annál is aranyosabbakat, illetve ez is egy Foltvaró technikával készült kis koszorú. Aztán a gyerekek munkájából vannak még papírmunkák. Amit most a gyerekek nagyon élveztek, az a dekupázs szalvéta technikával készült mécses tartók, szintén nagyon takarékos, hiszen karácsonyi szalvéta általában a házaknál adott, sokan megvásárolják, vagy gyűjtik is, egy befőttes üveg, ide még hiányzik egy szalag, hogy eltakarjuk, és beleteszünk egy mécses. És hogy kell ezt elkészíteni? Hát annyi biztos, hogy a dekupázs ragasztót meg kell hozzá vásárolni, ami hát lehet, hogy nem mindig olcsóság, de gazdaságosan sok sorra be lehet osztani. A lényege, hogy a szalvétát csak mindig egy rétegűre le kell húzni, a három rétegű szalvétát, üveget lekenjük, ecsettel szépen rásimítjuk a szalvétát, még egyszer átkenjük a ragasztóval, és megszárad, és kész is van, és nagyon szép áttetszővé tudjuk varázsolni. Termésből is készítünk karácsonyfadíszt, például tobozból, ilyen kis manókat, amit föl lehet akasztani a fára. Ilyen van még szerintem itt lent is. Mindegy. Tehát ilyeneket is készítettünk, ami a fára valók. Illetve szintén termésből még a mogyorók. Oda mehetek? Oda bírok menni. Mutatok egy párat. Befestettük szintén, és erre, ha akasztót teszünk, szintén karácsonyfa díszek lesznek. Nagyon látványos. És olyan kis mutatós is. Hát ez milyen, olyan színre lehet festeni, amilyen színűre a fát szeretnénk díszíteni. Mit ajánl az ékszerek terén, ha már szép a lakásunk, szép a fánk? A gyerekek nagyon szeretnek gyöngyökkel dolgozni, ezért nagyon sokszor készítünk ajándékba a családtagjainak különböző ékszereket, karkötőket, láncokat, amelyeket aztán díszdobozokba teszünk. Az is nagyon egyszerű, mert a gyufás dobozokat borzasztó ügyesen díszdobozzá is tudjuk varázsolni, mikor, milyen technikával, úgyhogy ilyen láncokat is készítünk. Sőt, vannak benne kisebb gyűrűt is, így már egy egészen ékszer szetté alakul. Tehát nagyon sok mindent tudnak a gyerekek önmaguk is elkészíteni. Bízzuk az ő kis fantáziájukra ezeket a dolgokat, mert nagyon ügyesen alkotnak belőle. Vagy például itt van ez is, mint asztaldísz. Műanyag pezsgős pohár, ugye? Ez azért műanyagból, mert a gyerekekkel talán könnyebben elérhető volt, de szerintem egy nagyon elegáns asztaldísz lehet mécsessel bárki asztalán, akár igazi pezsgős pohárból is otthon. Mondjuk mi ezt szalvéta technikával szintén bevontuk, de ha
otthon csak egy masnit kötünk rá, és úgy tesszük oda a mécsest, szerintem a vendégeink megelégedéssel fogadják. Mi a személyes kedvenc? Az én személyes kedvencem? Ha tud egyáltalán választani. Igen. Engem úgy ismernek a gyerekek, és tudják is, tehát az első dolog, hogy fölterítem a skótkockás terítőt. Annak ez, mi a jele? Van valami jelentősége? Nem, ez annyi jelentősége van, hogy az én kedvenc színeimhez tartozik, vagy motívumaimhoz, és abból már tudjuk, hogy nálunk járunk, vagy az én házam táján, ha valami skótkockásból van. Na most természetesen én már úgy gyűjtögetem az edényeket is, ami ahhoz kapcsolódik, hogy én minden, ami egy kicsikét is a kapcsolatban van, és mellette az illatok, ami számomra fontosak az ünnep hangulatában, amiről beszélgettünk is, a fahéj ilyesmi, illetve hát a mézesek, mert ezt is minden évben megpróbálom megtanítani a gyerekekkel, ők is hoznak receptet, én is viszek, és akkor kitaláljuk, hogy milyen formákkal szaggatunk, van amelyiket díszítjük, van amelyiket natúrban hagyjuk, nagyon szeretik a gyerekek ezt a sütődést. Ki tudják a legjobb mézes receptet fejleszteni akkor ezek szerint? Pontosan, úgyhogy mindig másfajtát, és megelégedéssel fogadják otthon a szülők is, a testvérek is ezeket a dolgokat. Mióta működik a szakkör? A szakkör igazából 1981 óta. Nagyon-nagyon régen, és azt is a Kovács Mihály iskolában már, illetve pontosabban akkor még Tanyasi kollégiumnak nevezték. Azóta vezetek szakkört a gyerekek körében. Hányan járnak most, hányan ötletelgetnek így karácsonyi időszakában, vagy ilyenkor úgy föllendül inkább egy picit a forgalom, a lentudatottság? Nem, hát a maga a szakkör az egy kötött létszámmal működik, és körülbelül 20-an vagyunk, egészen hát, 7-es gyerekekig, 3-tól 7-es gyerekekig vannak a szakkörben, tehát kisebbek, nagyobbak, illetve például most betekintést engedünk az óvodásoknak is, tehát nekik is megmutatjuk, hogy milyen lehetőség van az iskolában a szakkörben dolgozni. Én büszke vagyok rá, hogy szeretik a gyerekek, érdeklődnek, és szívesen jönnek a hozzánk. Honnan meríti az ötleteit? Jön, tehát meglát egy magyarót, és hoppá! Tehát nekem például eszembe nem jutna, hogy nyitott ebben szemmel egy, jár az ember részben nyitott szemmel, és valahogy ez úgy alakult ki bennem gyerekkorom óta, hogy mindig mindent újra tudtam hasznosítani, és mindenben azt látom, hogy még valamire jó lesz, és kialakítom valóban. Tehát ettől függetlenül rengeteg újságot olvasok, amiben ugye nyilván színes folyóiratokat. A mai világban már az interneten is természetesen, és hát jártamban, keltemben teljes nyitott szemmel, és mindenre érzékeny vagyok, és mindent próbálok megjegyezni, ha egy apró ötletet látok, azt továbbfejlesztem a saját kis csapatomra, hogy ők mit tudnának ebből kihozni. Gyűjtök természetesen, mert a tobozokat kirándulás közben össze lehet gyűjteni, meg a különböző terméseket. Tehát abszolút nyitott szemmel kell járni az úton ahhoz, hogy ennyi mindent alkossunk. A gyerekeknek a mézesen kívül, meg gondolom az a legnagyobb kedvenc, mert azt meg is lehet enni. Mit szeretnek még most csinálni? Vagy mit kérnek ilyenkor, hogy mit csináljunk, tanárnéni? Mondom, a gyöngy, ami nagyon, és a nagyobb lányok pedig, ha valami olyan van, amit a ragasztópisztollyal lehet dolgozni, mert piciknek még nem engedem meg, mert balesetveszélyes, és akkor így van, a nagyok azok bármit nagyon szeretnek, tehát ha ilyen gömböket kell ragasztani, vagy például mikor ezeket a gyöngyöket ragasztották a fenyőfára, tehát minden ilyesmi élvezett számukra, és azt szeretem, hogy például ezeket a fákat is különbözőképpen díszítették föl, mert saját fantáziájukat is be tudják most már a gyerekek dobni, amikor eltelik néhány év, hogy oda jártak a szakkörbe, és utána már rájuk lehet bízni
csomó ötletet. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy a kedves nézőknek is tudtunk egy kis segítséget nyújtani, így a karácsonyi készülődés időszakára tudtunk jó kis ötleteket adni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és áldott békés karácsonyt kívánunk. Köszönöm szépen, és én is azt kívánom, hogy mindenkinek meghitt percei, pillanatai legyenek a Szentestén. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, műsorainkkal kapcsolatban továbbra is hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, illetve jelezzék azonnal, hogyha bármi fontosat, szokatlant, érdekeset, rendkívülit látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.